Érettségi előtt én úgy képzeltem el, hogy bútorművesként fogok dolgozni, és ez az érettségi környékén változott, amikor elhatároztam, hogy építész leszek, utána nem sokkal, hogy fotós leszek, és utána azt, hogy csak úgy általában képekkel akarok foglalkozni, és így mentem a képzőművészeti egyetemre. Én úgy képzeltem el a művész létet, hogy a művészeknek mindig van egy nappali foglalkozásuk, és éjszaka csinálhatnak művészetet. Én csak ilyen mintákat láttam azelőtt. Nem találkoztam olyan művésszel, aki ne lenne legalább rajztanár, vagy ne lenne valami más foglalkozása is. Rossz interjú alany vagyok, hogy rövideket válaszolok? Ma mit jelent művésznek lenni, ez kicsit más jelent számomra, mint 3 héttel ezelőtt művésznek lenni, mert a kettő között ideiglenesen összeomlott a teljes művészeti intézményrendszer, vagy felfüggesztette a működését előre meghatározatlan időre. És ezért újra kicsit közelítettek a gondolataim ahhoz, amit kamaszkoromban is gondoltam, hogy ki kell találni, hogy hogyan lehet művészetet csinálni, úgyhogy az ember nem abból él meg. És ez azért is fontos volt, mert így átgondoltam, hogy mi az, ami igazán fontos nekem ebből, és mi az, amit akkor is akarok folytatni, hogyha nem annyira egyértelmű, hogy kiknek, hol, hogyan lehet művészetet csinálni, hanem mindent esetleg ki kell találni újra. Azt gondoltam, illetve azt gondolom, hogy fontos, hogy közösségeknek csinálják művészetet, és azt hiszem, hogy erre most különösen nagy szükség van. Nem csak a karantén miatt, vagy mondjuk egy karantén utáni helyzetben, de ez azért is fontos, mert ebben a vészhelyzeti állapotban nagyon különböző dolgokkal találkoztam, amikor kimentem boltba. Egyrészt egy nagyon nagy szolidaritási hullámot is látok. Egy csomó ember próbál segíteni a másiknak, veszélyeztetetteknek, de eközben mondjuk az egyik boltban hallottam, hogy valaki kiabál valakiknek, akikről ő azt gondolja, hogy romániai vendégmunkások, és azt kiabálja, hogy menjenek haza. Tehát ez az egész vészhelyzeti állapot akár a xenofóbiának, vagy az idegen gyűlöletnek is egy meleg ágya lehet. Úgyhogy szerintem fontos foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Fontos azzal foglalkozni, hogy hogyan tudunk együttműködni. Még nem annyira utaztam rezidencia programokkal, vagy nem csináltam más országokban projektet, vagy nem mutattam be azokat. Azt gondoltam, hogy nem olyan nagy különbség van a között, hogy Magyarországon vagy Európában máshol dolgozok, de már van. Arra jutottam, hogy van. Mást értenek különböző országokban, más művészeti hagyomány az, ami ismerős nekik, amit Hát hogy az, hogy különbözőképpen reagálnak emberek különböző országokban vagy nyelvi közegekben, az egy fontos tapasztalat, és nagyon érdekes ezekkel szembesülni. Ezért nekem nagyon fontos, hogy utazhassak Európán belül. Na most ebben a karanténhelyzetben jobban átgondoltam azt, hogy megéri-e mondjuk azt az ökológiai terhet, amit egy utazás jelent, vagy milyen módokon. Hogy most kipróbáltam, még a karantén nem olyan szigorú első napjaiban, hogy gyalog közlekedek különböző helyekre, és egész más. Mondjuk Prágába
a Google szerint 3-5 nap között tudnék eljutni gyalog, hogyha folyamatosan mennék. Yes. Egy kasságpont. Én azt gondolom, hogy egyelőre még foglalkozok művészettel egy darabig, az előre látható jövőben. Valószínűleg másképp, mint eddig, de hogyha ez már nem fenntartható, mert én azt gondolom, hogy azok a művészeti gyakorlatok, amikkel én foglalkozok, mint mondjuk oktatásban végzett közös művészeti munka, vagy a színház, az olyan, ami a színháznak mondjuk egy dokumentum színház, vagy részvételi színház változata, amiről azt gondolom, hogy erre igény lehet még egy jó darabig, de hogyha esetleg ez nem lenne így, akkor visszatérek a legelső tervemhez, és asztalosként fogok élni. Ez mindig egy ilyen B-terv számomra, ami olyan megnyugtatóan hangzik, hogy van egy olyan szakmám is, ami egész biztos, hogy hasznos. Tudok kicsi házakat építeni. Két ember belefér akkorákat. Lehet, hogy nagyobbat is tudnék, de még nem próbáltam.